a Nyíregyházi Állatpark egyik közkedvelt látványossága a papagájshow. A látogatók körében nagyon népszerű, mindig megtelnek a padok érdeklődőkkel, ami nem is csoda. A park trénerei hihetetlen trükkökre tanították be a tollasokat. A méretes szárnyasok csőrükkel szántják a bemutató asztalát, pörögnek, forognak, táncolnak, bámulatos érzékük van a játékhoz. Morgó és Papesz már régi motorosok, több éve szórakoztatják a nagy érdeműt, de az idei szezon nagy meglepetése, hogy új fellépőket is láthatnak a park vendégei. Újabb szereplőkkel gazdagodott állatparkunk papagáj bemutatója, ugyanis a már megszokott zöldszárnyú és kékhatú arák mellett mostantól Harlekin arákat is láthat a nagy közönség. A madarak 3 évvel ezelőtt nálunk keltek ki, Harley és Davidson igazi szenzáció, és bár a tudásuk még óvodás szintű, egyre több kunsztot tudnak megtanulni, amelyet a nagy közönség vastapssal szokott díjazni. Az arapapagájok ügyességüknek és impozáns megjelenésüknek köszönhetően világszerte a papagájsok legnagyobb sztárjai. Az ara ugyanis az állatvilág egyik legjobban idomítható faja, nem csak sokszínű, de sokoldalú is. A madarakkal úgynevezett pozitív megerősítéssel dolgoznak az oktatók, azaz mogyoróval és szotyolával jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A már meglévő feladatok gyakorlása mellett folyamatosan új trükköket is tanulnak. Egy bonyolultabb sóelem betanítása akár hetekig is eltarthat. Az állatok számára ez egyáltalán nem megerőltető. Ők a bemutatót nem munkának, hanem játéknak és szórakozásnak élik meg.